első ereklye tartunk. Képészeket kérem, menjenek oldal. Nemzeti ereklyénket tiszteletadásra átadom. A zenekar, az egyesített női kar, majd valamennyi jelenlévő részvételével a himnusz énekeljük. Oh.
kedves, hívek, szeretett magyar testvérek! Hódolattal és hívő tisztelettel köszöntjük államalapító királyunk első Szent Istvánnak jobbját, amely országjáró zarándok útján eljutott a pécsi székelyegyházba is, zarándok útjának utolsó állomására. Nagy készülődéssel vártuk a mindannyiunk számára fontos mai napot, a nevezetes eseményt, amelyet boldog mód az apostoli királyunk által kinevezett és barátjává fogadott második pécsi püspök október 25-je, 5. ünnepére kívántunk közelíteni. A magyar püspöki szar szeptemberi konferenciáján összegezte és méltatta az eddigi Szentjobb ünnepséget nagy nemzeti ereinkénknek 9 székesegyházban és a pannonhalmi bazilikában tett látogatásának eredményét is megállapította, hogy az áhítatók, az imádságos együttlétek mélyítették katolikus hitünket, erősítették az egyházhoz való hűségünket, és a kívülálló keresztény testvérek és a nem hívők számára is a nemzeti tudat és magyarságunk új fénnyel való beragyogását jelentette. A velünk együtt kívánt ünnepelni a szomszéd egyházmagyarnak megyének Mesi megyés püspöke, Cirill Kós gyakovói püspök, aki a szomszéd katolikus Horvátországnak az üdvözletét hozta. Velünk van dr. Egon Capellari, a gurki püspök is, aki az osztrák püspöki karnak és Ausztria katolikus népének köszöntését tolmácsolja. Igaz szeretettel! Nagyra becsüléssel! Köszöntöm a város két tanácselnökének jelenlétét, a megyének a képviseletét, az állami egyházügyi hivatalnak küldöttjeit, a hazafias népfront jelenlévő vezetőségét, és kérem, hogy vegyék úgy, hogy ma itt az állam szíve és az egyház szíve összedobban ezzel a nagy téren, ahol annyi történelmi esemény zajlott le, most együtt vagyunk és együtt ünnepelünk. Mély értelmet és jelentést kell kiéreznünk abból, hogy Szent István jobb keze maradt ránk, mint drága erekje, mint értünk gondoskodó, felemelő, intő és figyelmeztető jel a következő századok és a jelen magyarjaira. Azt szoktuk mondani, hogy a szem a lélek tükre, de azt is szoktuk mondani, hogy a kéz a lélek gondolatainak, érzelmeinek, a külső anyagi világgal való találkozásnak kifejező eszköze, alkotó teremtő végrehajtója, az 5 ujjal ellátott kezünk, az anyag átalakításának, a munkának, a művészetnek, a festészetnek, a szobrászatnak, a zenének, egy szóval a lelki szellemi megnyilvánulásnak, és minden látható tevékenységünknek eszköz. A kéz, az aranyba foglalt kéz, ahogy a nagy emberek kezét beszéljük, tiszteljük. Az a kéz jött közé, amely csodálatos székesegyházunk építésének megadta az első intő jelet, miután 1009-ben a király elhatározta, hogy a Krisztus utáni 4. században itt maradt a keresztény emlékek közé, a keresztény közösség kis templomai és hívemlékei közé kívánja emelni a akkoriban 7. bazilikát az országban,
a püspöki templomot, melyet ifjú korában sógorának, Szent Henrik német császárnak az udvarában, Bambergben álmodott még, ahol a négytornyú templom ma is hirdeti az akkori idők csodálatos építését. Nemzetünk fennmaradását, egy újabb emberi szervezet, hogy arra
gyülekezetünket megállítani.